Közeleg a foci világbajnokság. A rövid idő alatt közkedvelté vált Tokaj étterem kiváló lehetőséget kínál baráti társaságoknak a közös szurkoláshoz. Továbbá megnyílt a vendéglőhöz tartozó terasz is. Alig fél éve, hogy megnyílt a 78-87 Western Road alatt a Tokaji Wine Boutique and Restaurant. A megnyitón a torontói főkonzul, a kanadai magyar kereskedelmi tanácsos és a város vezetői kifejezték örömüket, hogy végre egy olyan magyar étteremmel gazdagodott környezetünk, amelyben a nagyszerű magyar ételek mellett a kiváló magyarok borok is megízlelhetők. Rövid idő alatt óriási népszerűséget ért el az étterem. Az étterem kedd és szombat között látogatható 11 óra után, de javasoljuk a kedves vendégeknek, hogy mielőtt elmennének oda, hívják fel az éttermet, hogy asztalfoglalásokat megtegyék. Balla Sándornak, az étterem tulajdonosának eltökélt szándéka, hogy a jó minőségű magyar borokat meghonosítsa Kanadában. Nagyon nehéz vállalkozás ez, mert az LC-ből ma megtalálható a világ borkínálatának nagy része. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a nagyszerű ízű és zamatú magyar borok megállják a versenyt a külföldi versenytársakkal szemben, ha a kanadai emberek megismerik a hazai termékeinket. Az étteremben a legkiválóbb minőségű hazai borok megtalálhatók. A vörös borokat a Szexárd és a Villányi borok képviselik, míg a fehér borok Egerből és Tokajból származnak. Ezek a borok a legmegbízhatóbb, díjnyertes magyar bortermelőktől érkeznek, így valóban nagyszerű élményt nyújt az italok fogyasztása. Természetesen a kínálatból a magyar pálinka sem hiányozhat. A hosszúra nyúlt hideg tél után beköszöntött a kellemes idő. Ezt kihasználva az étterem megnyitotta a kerthességét az étterem előtt, mert idillikus környezetben virágokkal övezve kínálja a kikapcsolódás nagyszerű lehetőségét. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket a Tokaji étteremben. Közelgő foci világbajnokságra várják a szurkolókat. A foci szerelmesei kellemes környezetben, igényes kiszolgálás mellett nagyképernyős tévéképszülékeken szurkolhatnak kedvenc csapataiknak, barátaik társaságában. Az étterem magyaros ételkínálatából mutatunk be ízelítőnek pár ételt. Most pár vendég mondja el benyomását, amit az ebéd alkalmával szerzett. Tokaji vendéglő egy olyan, ahol nagyon kellemes jelen lenni, kellemes a vendéglátás. Az az atmoszféra, ami Torontóból tulajdonképpen már nagyon régóta hiányzik, és a magam részéről én nagyon-nagyon szívesen tudom ajánlani bárkinek. Buongiorno, buonasera, sono qui al ristorante Tokaji Boutique and Wines, vino. Il mangiare è molto buono e auguro a tutti quanti che venite qui a provare il mangiare veramente tradizionale della terra di loro e la terra nostra. Ciao! I am Lorenzo Zipieri. I'm from the provincia Frosinone, just across the border. The vino Tokaji, we have it in Italy as well, but the Hungarian portion they prefer it. So we have to go to Hungary and learn how to allowing to rent this wine. But I'm in the Tokaji imported wine, which is in Toronto, which is one of the first probably here in Canada.
I'm honored to know it, I'm honored to drink it, and it's fantastic. Hi, my name's Craig Fordyce, and I'd just like to say that the food here is awesome, and the Tokaji wine, it's been a privilege to get to know it as it's come into Canada, imported by Sándor, and I look forward to drinking a whole lot more. Várjuk kedves vendégeinket a magyaros ízekre, a finom magyar borokra, a pálinkákra és a világbajnokságra.